Hát azért is lettem ez a pánikba, tehát csomószó volt az, hogy ilyen kilátástalan volt a helyzetem, és a gondolataimban voltam a négy fal között beroskodva. De Éva, nem akarok bántani. Ott van. Tényleg, én megértem, amit itt elmondtál, és hogy mennyire szarva vagy. Oké. Okay. De valamit mondtad, hogy dolgoztál ennél, voltál ilyen, olyan pozíció, ismerted a tolmácsot. Sorolhatnék olyan neveket, amiket végdobtál abból, csak hogyha egyöt... Jó, de Havas nem tud... meg akart engem izélni. Hányszor okay. mondjam? Lapozzunk, de akkor, amellett, hogy Havasnál dolgoztam, biztos, hogy más kapcsolatőkéket összettél. De nem dolgoztam nála, tudod, meddig dolgoztam nála? Igen. Egy hónapot, nem, három hetet dolgoztam nála, és megígérte nekem, mert mindig felhozta ezt a témát, hogy legyek a barátnője, és megmondtam neki, hogy én nem szeretnék nála ott dolgozni, hogy állandóan felhozza nekem ezt a témát, mert én nem szeretnék a barátnője lenni. És Laci olyan SMS-eket küldött nekem, meg zaklatott, meg minden. Síró görcsen mentem be a munkahelyemre, tök jól megcsináltam a feladataimat, és azt mondta, hogy ha nem leszek a barátnője, akkor el fogja intézni, hogy a médiában nekem sehol ne legyen lehetőségem, és fogtam magam, amikor már nem írtam tovább, elégedtem, és úgymond felmondtam neki, ráolvastam a fejre, úgy, ahogy már ismertek, ugyanolyan stílusban, csak nem kárunkodtam. És erről azt mondta, hogy nem rúg ki, és utána délután azt mondta, hogy mégis kirúg. A tolmácsra visszatérve, én a tolmácsnak meg a barátnője voltam. És nem jött össze? Mert hogy mindig, tényleg, azért nem jött össze, hogy ugye mindig utazgat. Az egy normális passzinak tűnik, így nem is verem, tehát egy szót nem beszéltem, csak egy normális embernek tűnik. Milyen szinten van a barátnő? Hát volt köztünk szex, mert levitt a szüleihez bemutatni, ahol van az a motoros pálya. Nem is tudtam, hogy te ilyen. Hát mi beszélgettünk erről.